Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Nagy Halászalon. Nagy Halász cukrászda, busz megálló, itt van szemben, onnan jöttünk. És hát most megint vonalbejárás lesz. Nyírvidéki kisvasútnak a maradék szakaszát Herminatanyáig fogom bejárni, tehát szerint sikerül addig eljutni. Meglátjuk, elég kalandosan indult a nap, mert Rózsa Intercity-vel jöttem, amivel lett volna majdnem 20 percem átszállni. Ő egészen pontosan 21, mert 24-re kellett volna, hogy beérjen. Ehelyett 14 percet késett, tehát nagy nehezen becsorgott a peronra 38-kor, miközben a busz 45-kor indult volna. De nagy nehezen így aluljáron lefős sprinttel át a Petőfi térre sikerült elérni. Nem sokon múlt, de meg lett. Úgyhogy most már csak annyi a feladat, hogy Herminatanyáig 16.55-ig, de inkább 15.55-ig el kell jutni. 16.55-kor már sötétedik így novemberben. Nem lehet jobban kizumolni, ez a max, csak meg kicsit érdekes, hogy mintha nagyon közel lenne. Nem mindegy, hát akkor majd jelentkezek a vasútállomásról, a múltkor abba hagytam. És itt hagytuk valamikor abba a múltkor. Itt van Nagy Halász állomás, és 86-os szelvényt jelzi ott elő az útátjárat, ami az állomás után van, de az állomást azt már bemutattam nektek akkor, úgyhogy szerintem én innen fogom folytatni. Úgyhogy a 86-os szelvényben lesz egy újabb átjáró, és innen körülbelül egy kilométerre lesz a Nagy Halász Kendergyár, most már megálló hely. Egykor állomás volt, de majd mesélek a történetéről akkor, amikor odaértem. És egyébként látjátok, a 87-es szelvényben vagyunk éppen. Nullánál van Herminatanya. Tehát innen még egy körülbelül 3 kilométerre van Ibrány. Aztán még ott lesz egy megálló Ibrányi temető, még Ibrány belterületén, és utána már Herminatanya jön. Hát most eddig az a terv, hogy Herminatanyáig fogok elmenni, és akkor még kimarad a Balsai ág, ami 15 kilométer, de az most nem fog beleférni. Hát így is, hogyha kiérek olyan 15 környékén Herminára, az már jó. És akkor még világosba az a tudok menni. Úgyhogy egyelőre akkor haladjunk tovább. Itt látszik, belterületen a pálya, az teljesen rendben van. Mondhatni, vasúti közlekedésre alkalmas. Yeah. Sincsavarok megvannak, sinek 48-asak. És itt van az az átjáró, amit előjelzett. Sőt, ott van még egy. Szerintem inkább azt, ezt a kicsit, ezt valószínűleg nem jelezték a személyzetnek, csak a következőt, ahol a közutat keresztezi. Hát el van tömődve, nyilván ezt majd ki kell ezt puszolni, ezt az átjárót, de olyan nagyon úgy látom, hogy tehát ezt végül is egy csákánnyal ki lehet húzni, és akkor az a legkisebb probléma szerintem a vasúton legalábbis eddig, amit láttam. Valószínűleg majd ott Ibrány fele, még Ibrány előtt és Nagy Halászi után lesznek majd problémák inkább. És itt rögtön a közúti átjáró után van egy áteresz, meg egy sinekből kreált szelvénykő, tehát 85-ös szelvény, 100 métert sikerült haladni, átjáró állapota. És még itt sincsen ilyen különösebb baj a pályával. Na és itt lesz hamarosan a Kendergyár egykori állomás. Na ezt nézzétek, jöttem innen. Egyébként eddig olyan nagyon begazosodott, meg nagyon nagy pályahibát nem láttam, és viszont és itt a jelző. Ez viszont ugye már látszik, hogy érvénytelenítve van, és ezt nem a megszüntetés után érvénytelenítették szerintem, hanem ez a Kendergyári állomásra bejárati jelzője volt. Ugye azt az állomást már megszüntették jóval korábban. Tehát ez nem a megszüntetés után érvénytelenítették a jelzőt, például a legtöbb jelző egyébként nincs se érvénytelenítve, sőt valamelyik még működik is. Hát itt ma azért picit nőnek a növények, de ezek még a lágyszárúak, ami egyrészt mondjuk egy hajtánynak nem probléma, átmegy rajta. Tehát hajtánypályaként az olyan nagyon nem zavaró. Másrészt meg ezeket egy fűkaszával is ki lehet írtani, sőt akár yeah, kézi erővel is. És itt már bicikliút is van Ibrányig, ahogy látom, tehát bejárás nagyban megkönnyítheti, hogyha esetleg akkor van a gaztenger. És bizony errefele van a Kendergyár, és itt van egy másik átjáró, ami forgalmas utat keresztez.
látszik, hogy itt a közúti járdában ki is fényesítették a sineket. Gondolom, itt a beltelt területen azért közmunkások kaszálják a kisvasút környékét is, úgyhogy itt olyan nagy gond nincsen. De majd szerintem akkor lesz az igazi átkorgasztenger, mikor a település közigazgatási határát elhagyja a vasút. Itt van megint egy átjáró, azt megnézem, milyen állapotban van. De hát, hogy látom, csak a szokásos, rából a közúti járművek által egy eltömődés, de ez viszonylag könnyen korrigálható, viszont itt a sín az érdekes lesz, mindjárt megmutatom. Itt az átjáróban ezek így nagyon vékony ezek. Tehát ez a sín itt nekem ilyen nagyon függönykarnisnak tűnik, tehát ez 9 kilós talán, mert szerintem ennél még az kisísinek is vastagabbak. Mondjuk itt elfelel, még mindig a vékonyabb sínek vannak, ezek kisísinek. Az biztos, az előbb viszont ott már 48-asok voltak. Na, ez esetre érdekes. És ott van egy tábla a földön. Ez valószínűleg egy útátjáró jelző lesz. Ja nem. Ez egy kereszttábla, ami a bicikli útra figyelmeztet. Hát, hogy ez hogy került ide, az jó kérdés. Na és innen jönnek már a kicsivel vastagabb sinek. És akkor itt van a főjelző. B-be. Hát ez már csak B, tehát ez a bejárati jelző, az biztos. Nem biztos, hogy pont azt jelenti, igen, az a B betű, de ez a főjelző. Ez volt az egykori Nagyhalász-Kendergyel állomásnak a főjelzője. És ott már látok egy váltót is a háttérbe. És itt van az egykori állomás. Valószínűleg a tábla az egy kicsivel odébb, de szintén meg lesz. A váltókörzet, ugye, egy kitérő vágány volt, amit már nagyon régóta nem használtak, és korábban volt egy kiágazás a Kendergyárban. Úgyhogy majd szintén meg fog mutatni, hol odaérünk. Hát itt vagyunk közben. Nagyhalász Kendergyár egykori állomáson. Hú, na akkor most nem tudom, hol állt le a kamera, úgyhogy most akkor elkezde belőlem. Tehát miután lebontották az állomás épületet ebbe a dobozba, Bizbel szekrénybe, telepítették ki a komplet Bizbel, tehát jelzőket, váltókat, onosok. Hát ilyet, vagy csak a jelzőket, a váltók helyszíni állításúak. Már innen kezelték. Az épület pedig itt állt, amit valamikor 1981 után bontották. 1985-ben kérvényezte a település önkormányzata a MÁV-tól, hogy lebonthassák, mert olyan rossz állapotban volt, hogy a veszélyeztette már a mellette lévő közutat is. Kendergyár az ott van szemben, iparvágány ágazott ki valahonnan innen, az állomás épület mellől. És 1975 környékén már teljesen közútra terelte a Kendergyár a szállításait, onnastól kezdve egy kiszolgálás ide már nem volt. És egyébként 1975-ig még működött egy átrakó Sóstó állomásnál is a nagyvasúton, ahova iparvágány vezetett a kisvasúttól, ezt is valamikor 1975 után szedték föl. Tehát, hogy egy mellékvágányt azért meghagytak, viszont az utolsó éveiben már a kisvasútnak itt nem volt szolgálat se, és valószínűleg a jelzőket, tehát a menetrend szerint keresztezés se volt már itt. És ugye a jelzőket is, hát azt nem tudom mondani, hogy mikor szűnt meg itt véglegesen állomásként funkcionálni, de a jelzők érvénytelenítve vannak, és voltak már 2009-ben is, mikor az utolsó éve volt a kisvasútnak. És hát akkor innen tovább most már Ibrány fele tudunk haladni. És akkor itt a kitérőnek vége, ott a másik váltó is. Hát tovább menni Ibrány felé. Lesznek itt még gazos részek nyilván. Hát haladok előre, ameddig lehet. És itt a váltó körzet, meg a 75-ös szelvény, tehát már egy kilométer sikerült előre haladni. És itt van a főjelző a másik irányból, és lassan irányon nyílt van a Librány fel. Hát itt azért már van gazd, de ezek lágyszárúak. Egy komplet fa rádőlve a vágányra, és erre fele pedig irány tovább. És egyébként mindig nagy halászbel területén vagyunk, tehát még itt azért egész konszolidált a helyzet. Azt nézzétek, haladunk nagy nehezen. Itt azért volt egy-két belógó akác, de
Ezeket még egy sima ágvágóval is el lehet intézni, na, ne szórakozz. Automatikus beállítás nem kell, az nekem nem tudom, hogy jött az ide. De legalább a felvétel folyamatos maradt. Hát, itt viszont egy gyomirtózás kell, vagy pedig tényleg valamivel vágni, fűkasza. Na, haladok kifele nagy halászból, és gyűlnek is itt a űrszelvénybe lógó dolgok, de ezek szerencsére még csak a vékony szárúak. És ott lesz előttem egy vasúti átkelő megint, 69-es szelvénybe, ott már közúton is jelzik. És errefele halad tovább. Itt van egy tiszta szakasz, reméljük ez így is marad. Nézzétek, közben itt van az útátjáró itt a főúton, és ott van az előjelző erről. Mindjárt mutatom, hogy mi újság irány fele. Hát erre fele tovább. Hát a vágány azért nagy nehezen kilátszik a gazból. Viszont vastag szárúak itt nincsenek eddig, legalábbis úgy látom. Aztán majd kiderül, hogyha tovább megyek. Na hát ezt nézzétek, itt megy a kis vasút, csak nem nagyon látszik. És ott viszont buszgalás, nézzétek mennyi busz, és ott van egy Ikarus az elején. Na, itt van az Ikarus. Na hát itt vagyunk akkor valahol Nagyhalász és Ibrány között. És bizony itt nem nagyon látszik a pálya, viszont legalább belógó ágok sincsenek. Úgyhogy szerintem a 65-ös szelvényt azt már elhagytam, tehát valószínűleg ugye az 50-es környékén lesz majd Ibrány. Hát egy előre tovább. Gazaz, van bőven a pálya. Nyomokban sineket tartalmaz. Egyébként ott vannak, csak betemette teljesen a sár, de egyébként arra folytatódik tovább. És itt az átjáró után már meg lehet látni a sineket, na például ott. Ezt az átjárót viszont majd alaposan ki kell takarítani. Ide már komoly felvonulás kell szintén. Gyakorlatilag ki kell ásni a sárból. És hát akkor tovább egyenesen. Hát ezt nézzétek. Van egy-két vastag törzsű fa is, amivel nem tudtam most elbánni. Hát itt van még egy útátjáró, hát itt komolyabb kotorás kell majd, hogyha ezen bármi is át akar menni. Hát igen, még a sinek se látszanak ki. Hát akkor jelünk tovább erre. Hoppá. Na ugye megnézem, hogy hanyas szelvénynél vagyunk, és akkor már is 56-os szelvény, hát körülbelül egy olyan 600 méterre lesz az Ibrányi vasútállomás. És hát ugye 5,6 kilométerre van a Hermina-tanyai elágazás. Hát most itt úgy látom, hogy járatónak járató, de bár itt is a belógó galjak. Na, itt van még egy járó, közel megérkeztünk Ibrányba. Ez viszont jó állapotban van. Bár még nem hoztam magammal a centit, azt még lehetett volna megnézni a nyomtávot. Egy ránézésre jó. És előttünk pedig ez áll. Mindjárt nézek egy szelvénykövet is, mert ott előttem pont van egy. Előbb-utóbb most már el kell érjek a egykori állomásra. 51-es. Tehát a menetrendi mező az 5-ösnél mutatja, tehát valahol azon a környéken kell legyen. És Ibrájnak a központjában, most már 49-es szelvény elhagyva. Tudom, lassan. És itt van az átjáró után az Ibrányi vasútállomás. Úgy látom, a váltók is megvannak, most már csak valahogy át kéne menni. Tudom. Ez az átjáró is még jó állapotban van. És úgy látom, egy háromvágányos állomás, de akkor mindjárt nézzük. És ez úgy látom, a tűzoltóság használja az egykori állomás épületet. És itt a váltók után, nem tudom, középső az átmenő vágány, van egy rakodó, és igen, ez volt a régi állomás épület, és már befoglalta a tűzoltóság. Megnézzük közelebbről. Váltó kiszögelve.
És hát ennyi, viszont az állomás területe az viszont teljesen rendezett. Itt van az egykori tűzéptelep és a lakodója. Hát ez jóval régebben lehetett, mikor itt még aktívan lakottak szenet meg fát. És itt van egy átjáró. Nézzük, mennyire van eltömődve. Úgy látom, nagyon nincs. És ott a 44-es szelvény. Lesz még egy megálló. Még itt Ibrányon belül, az Ibrány temető. Az pedig körülbelül itt kell rendje a 40-es meg a 35-ös között valahol. És utána viszont már tényleg Elminatanya jön. Ezt nézzétek! Itt rá is aszfaltoztak konkrétan a sinekre, úgyhogy itt is lesz dolog. És egyébként megmegyünk tovább egyenesen. És micsoda ötlen, hogy az átvonal vezetésű pálya van. És ráadásul ugattak is bele a videóba jobbról, balról. Na, kíváncsi leszek ebből mi hallatszik. Jobbról, balról mindenki beleugat a videóba, aki csak a környéken van. Itt jók a pályai állapotok. Legalábbis ami a űrszelvénybe lógó gazt illeti. Egyébként ott az átjáró után volt némi ökölhúgya vonalvezetésbe. Hát nem tudom, ellenfényben mennyire látszik, de mutatom, hogy azért itt se tűnik olyan veszélyesnek. Ott az év után persze majd meglátjuk, mi vár ránk. És akkor ezt nézzétek, itt is egész jó a helyzet, és itt volt az egykori megálló. Ez a tábla még megvan, legalábbis a romjai. És itt folytatódik tovább a vágány. Hát itt van egy-két gaz, amelyik belóg, de nagyjából ennyi. Egyébként itt a belterületen szintén az van, hogy figyelznek, úgy látszik a űrszelvényre is, és nyírják a gazt. Ezt nézzétek, eddig volt viszonylag egybe a pálya. Innen viszont kész dzsumbúj. Hát most már nekem tudok neki állni, mert akkor sötétedésig nem érnék el minára. Tehát már múltkor is úgy sikerült, hogy ránk esteledett, mire odaértünk. Szóval az állomásból sokat nem is sikerült megörökíteni. Gyere ide, itt már megyek mellette a közúton. És akkor itt próbálom követni a sineket, aztán majd ahol lehet persze visszamászok. De ide komolyabb felvonulás fog kelleni, az már biztos. Ez utolsó 3 kilométer. Meg is mutatom, de... Itt van a sínszár, de nem látszik. Tehát itt aztán komolyan felvonulás fog kelleni. Egyébként itt megy a közúttal párhuzamosan végig. A kis vasút is, és akkor majd ott egy delta vágány lesz Hermia az anya előtt. Ugye elvileg menetirányváltás nélkül ki lehet járni. Balsa felé is. Úgyhogy hajrá, gyerünk tovább. Itt nehéz így elhinni, hogy itt megvannak a sinek, pedig megvannak. Na ezt nézzétek. Hát így néz ki a töltés a 16-os szelvénynél. Aztán mutatom ott az átadhatatlan dzsumbújt. Tehát ide komoly elő kell. Az biztos, hogy minimum fűkasza és motorfűrész. De itt nehéz lesz az előre nyomulás. Hedmin a tanya határában. Egy földutas átjáró, ahol semmi nem látszik a sinekből, de megvannak. Erre felesem sokkal jobb a helyzet, és az ott már vagy elő, vagy főjelző, közelebb megyek és megnézem, de körülbelül 1 kilométerre, ha lehetünk, már most ja, ott egy szelvénykő, mindjárt megnézzük. 9-es, tehát 900 méterre vagyunk, tehát valószínűleg ez az előjelző. Igen, tehát CEJ, tehát előjelző. És akkor lesz egy főjelzője, gondolom a deltának. Aztán meg irány az állomás. Tehát itt úgy néz ki, hogy van egy jobb oldalra elkanyarodik egy vágány, az a közvetlen átjárás a balsai vonalra, balra egy másik, az pedig Nyíregyháza fele, és a kettő között is van összekötő, hogy egyenesbe is ki lehessen járni balsa fele. És gyakorlatilag már csak utolsó éveiben a kisvasútnak már csak azt használták. Mert igazából Dombrát balsa járat nem volt.
sőt az utolsó hónapokban már dombrázva se járt ki a kis vasút, mert vonatpótló buszokkal pótolták fájó állapotok miatt. Úgyhogy akkor egyelőre itt tartunk, és na, itt van mellettünk a vasút. Most hagytuk el az előjelzőt, hamarosan jön a főjelző, és hát mindjárt bent Hermina-tanyán. És ezt nézzük, és akkor itt van a főjelző. Nyilván érvénytelenítve, megvan, hát kisebb gaztenger a pályán, az egykori távíró vezeték póznái. Egyébként telefonvezeték van rajta most is. Hát egyébként meglátjátok, hogy mi van itt. De innen már közel van Hermina-tanya. Hermina-tanya váltókörzete. Itt van a delta vágány. Hát azt látjátok, hogy micsoda van itt. Hát, nem is olyan egyszerű ezzel most végig menni. Vizes talfa. De inkább mohás és csúszik, mint az állat. Oké. Ez a része megvan. Kisebb vizet, ilyen lágyabb szárú növények. És akkor ezt nézzétek, hogy mutatom. Tehát balsa fele, nyíregy fele. És ez már Hermina-tanya. Itt a váltókörzet vége. És ott van a delta, balsa fele. Egyenesen tovább pedig balsa. És itt a vasútállomási teljes valójában, múltkor eddig nem tudtunk kijönni, most pótolom. Három vágány, ugye ott ágazik ki, de aztán visszafele meg fogom mutatni. A deltának a másik fele. Aha, és itt van a váltókörzet vége, és nézzétek, hogy így balsa fele is, mintha már lett volna pucolás. El fogok majd arra is menni, viszont most még megnézem a deltának a másik végét, és a belógó ágakat, azokat ott levágom. Na hát akkor így néz ki a delta, hát ez csak gazdal benőtt már, ennek a fának az ágait kell egy kicsit megritkítani. És akkor a delta vágány. Akkor még elnézek egy picit ott a nyílt vonalra, hogy meddig van meg. Pucolásnak, de majd legközelebb akkor innen igazából balsáig, sőt Balsa-Tisza partig újra megpróbáltok átmenni. És arra folytatódik balsa fele. Hát most nem tudom végigjárni, de legközelebb majd az lesz a terv, hogy akkor balsáig is bejárom vonalat, és akkor már meg lesz a másik ága is. Hát egyébként eddig van kitakarítva. Itt a 235-es, az már másik átjárót jelenti, ez a 238-as. De eddig kitakarították. Tehát azt is látjátok, hogy innen azért van még mit csinálni, bár ezek is lágyszárúak, tehát azok még a kisebbik gondot jelentik. Itt viszont az állomás az eddig megvan. Ott még a túl végét megnézem. Már úgyis van idő még a buszig. És akkor még egyszer az állomás balsa fele, és itt van a vágány Dombrád felől. És itt van a felvételi épület. Most kimegyek még oda a sarokra, a buszmegállóra, megnézem a menetrendet. Aztán, hogyha lesz még időre, akkor visszajövök, és akkor az épületet azért kicsit jobban körbejárjuk. Meg ugye egyébként is még akkor, ameddig világos van, még ki tudok menni valameddig a nyílt vonalra is. Múltkor, amikor ide beértünk, már teljesen ránk esteledett. És akkor itt már teljesen kapcsolatban, de még most is ez lesz, hogy itt van a buszmegálló az út szélén, és valószínűleg mire busz ilyen, hogyha most nem jön egy, akkor valószínűleg egy óra múlva fog jönni a következő, és akkor viszont meg már, de ezt mondom, biztos, hogy 16:55-kor jön egy. Ha nem jön korábban, akkor az azt jelenti, hogy megint rám fog esteledni. Ezt nézzétek, itt van a Hermina-tanyai felvételi épület mávos kerítéssel. Ez pedig a melléképület a Pottyantós Budival. Ez pedig egy kötődoboz, itt volt a telefoncsatlakozó, de a vezetéket azt eltüntették. Nem látom mást. Ablakon benézem, be is úgy tűnik, hogy
ez már lakatlan. Sőt, itt ki sem lehet menni, akkor algaz. És ez maga a felvételi épület, innen a vágányok felől. Ott is van egy mellék, ja, az egy másik melléképület. Egyik ajtó nyitva van. Legalábbis ez az egy biztos, de nincs itt semmi. Kettes ajtó nyíj ki. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Na, semmi. Amaz meg le van lakatolva. Kimegyek a nyílt vonalra, van most még időm, mert tényleg 16:55-kor jön a busz. Úgyhogy addig még van egy óra. Ameddig világos van, addig még ki tudok menni a nyílt vonalra. És akkor az állomás. És akkor erre van a Bújközség és Búj felőli vége. Hát ameddig világos van, még valameddig elmegyek. Aztán azt hiszem, hogy Bújnál is fel lehet ugyanarra a buszra szállni, úgyhogy azt meg majd mindjárt megnézem a térképen. És itt van a főjelző, hát eddig azért előre küzdöttem magammal, de hát látjátok, hogy micsoda gaz van itt. Hát körülbelül az 500 méter hiányzott a múltkor, amit nem tudtunk itt lenyomni. Ugye Bújközségig jutottunk csak el. Már lassan kell sötétedni, de már Bújközség környékén vagyok. Szóval ez itt már Bújközség környéke. Úgyhogy gyermek is érkezek. És akkor innen már tényleg az van, hogy ki a közútra. Aztán a busz megállóig, mert mindjárt besötétedik.